utolsó fejezetet tesznek. Tehát mi a Talmud Eszter Szefirotból, a tanulmányából hatos kötet, mondják a 1912. oldalt, hogy olvasta Bia négy világa, Ari szavai, 33-as pont. Nem, 43-as. Adam Harishonnek nem volt része ebben a világban, amely vagyis az asszia világában egyáltalán, az ő teste a Jecire világában volt, az ő nefese a Bria világában volt, az ő ruakja a Nukva de Zerampin de Acilutban volt, az ő nesamája a Zerampin de Acilutban, és a nesamája pedig az Abaveim a de Acilutban. Még egyszer, 43-as pont. Tehát Ádám Harishonnak nem volt része ebben a világban, amely tulajdonképpen az Asszia világa. Az ő gúfja a Jecire világában volt, az ő nefese a Bria világában, az ő ruakja a Nukva de Zerampin de Acilutban, az ő nesemája a Zerampin de Acilutban, és a nesemá de nesemája az Abaveim de Acilutban. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ő a saját szintjét a Bria világ, a Jecire világában indult, és onnantól fölfele volt. Az asszia világban semmilyen része nem volt. Ezt írja, hogy nem volt ebben a világban semmilyen megnyilvánulása. Tehát Ádám nem itt született. 44-es pont. Az oka annak, hogy nem volt az asszia világában része, ezt a világok sorrendjében és felosztásában magyarázzuk el. Az az Ádám teste, a világomban volt, de az asszia világában fölött kezdődött ő. Amikor mi Ádámról beszélünk, akkor az ő lelkéről beszélünk, az ő belső részéről. Mi nem beszélünk a fizikaság egyáltalán. A spiritás és a fizikaság nem létezett még ez a felosztás. A rombolás helye az pedig a klipákkal szemben volt. Azaz a világokat nagyon sok felosztás szerint meglenni. Huszárec Izraelen kívül az az Asziával volt szemben, és a teljes Erec Izrael az pedig a Jecirával volt szemben. És írva van a Zohárban, a Vajekel fejezetben, hogy az Asziának az égboltja Erec Izraelben létezett, és a Betamigdás, a templom pedig az a Briávágával szemben állt, és a Kodesim, a Szentek Szentsége pedig az ellentétes volt a Persek Helyhállal, a Kodosimnak, azaz a Briával, a Szentség palotájával. Tehát még egyszer. Tehát nem volt része az Olam Asziában Ádám Harishonnak, amit elmagyarázunk a világok sorrendjével és azok felosztásával. Azaz mondja Rav, hogy a világok hogyan osztanak fel, melyik rész hova esik. Tehát az ő rombolásának helye a klipával állt szemben. A rombolás azt jelenti, hogy halott, ugye ez amikor eltörik az edény. Ez a klipákkal szemben állt. Oké, és akkor a világokat pedig nagyon sok felosztásban lehet figyelme venni. Tehát a világok valóban itt a spirituális életnek a felosztását jelentik, a kapcsolat a teremtővel. A Huszláresz, az Izraelen kívüli területek, azok az Asziával álltak szemben, és teljes Izrael földje az a Jecirával állt szemben, és írva van a Zohárban, a Vajekel fejezetben, hogy az Aszia világának a mennyboltja az Erec Izraelben létezett, hogy az védje azt. A Izraelnek a égboltja ahhoz a helyhez tartozott, amit a két világ közötti kapcsolatot nevezünk, az ugye ez a mennybolt. És a templomnak a helye pedig a Briával állt szemben, és a Kodesim, a Szentség Szentsége pedig ellentétben állt a felső helyhez, de Kodesimmel, azaz a Szentség, Szentek Szentjének a palotájával a Briában. Így osztotta fel a világokat egy relatív módon az ember mérve. Ez az emberi lélekhez mérve van így felosztva. Következő, ez egy 45-ös pont. És kiderül, hogy mivel Ádám Harishon a saját díszítésének a helye lett megteremtve, a világok azok mindig a Bria világában formálódtak meg.
ez tekintő úgy, hogy a bűnt megelőző állapot, magyarabb, majd a bűn után pedig a hét napjaival teremtődött meg, azaz, magyarabb, hogy a egyre jobban fizikaivá vált a bűn okán, és ezeket a hét napjainak nevezzük. És már elmagyaráztuk, olvasod tovább, Mihály, hogy Adam Harrison valójában a Zerampin és az ő nukvájának az ivugjával jött létre, akik valóban felemelkedtek az Abraimak helyhálához, palotájához, és őt Panimra kényszerítették, és ilyen módon Ádám és Éva előteremtése megtörtént. Miután az összes világok kiterjedtek a Mahudainsovból, Adam Kadmon, Acilut, Jecira, Bria, Jecira, Sassia, ugye ezek a világok, ezek a világok valóban felemelkedtek, úgy, miután nem lettek volna képesek korrigálni az összes törött edényt az Acilutban. Ezért a Zonda Acilut, tehát az Acilutnak a zonja, miután megszülettek a Bria, Jecira és az Asszia világai, ők még egy zivugra léptek, egy belső, talán ez volt a legbelsőségesebb zivug, és akkor ezzel a zivuggal létrehozzák azt a különleges edény, amely Adam Harrison lelke. És akkor mi láthatjuk itt, hogy miután ő megszületik, hogy vannak az ő edényei elrendezve. Tehát a Jecirától felfele áll egészen ő a Bia világainál van ugye lezárva, amely valóban az Acilut világában elfoglalt helye alatt van. 46-os pont. És ebből kifolyólag a Zerampin az a Nesamát formálta meg, amely a Bina, és az ő nukvája pedig a Ruach formáját vette fel, amely Zerampin. És erről mondva van, Rav, ez azt jelenti, hogy a Zerampin Dalcilut felemelkedik a Bina Dalcilut szintjére, és a Nukva de Makud Dalcilut pedig felemelkedik a Zerampin szintjére. És erről mondva van, hogy a Zohárral kapcsolatban, a Shamam Mishpatim részben, hogy az ember lelke az tulajdonképpen Isten gyertyája, és az ő Neshamája az a férfi erő a hatalmas fán, és a Ruach, a Nukva, az pedig a kisebbik fa Isten kertjében. Még egyszer, 46-os pont, és ebből kifolyólag a Zerampin az tulajdonképpen a Neshama formát viszi fel, ami Bína, és az ő nukvája, ami a női rész, az őszi a Ruachot, amely Zerampin, és mondva erről, ezzel kapcsolatosan a Zohárban, a Shamam Mishpatimban, hogy az ember lelke Isten gyertyája, és az ő Neshamája a férfi a felső hatalmas kertben, és a Ruach az pedig az a kisebbik fa ugyanebben a kertben. Tehát két fa. Rav. Ez később, hogy megértjük, miért írta. Ennek most itt semmi értelme nincs. 47-es pont. A dolognak a lényege, hogy a Zerampin, amely férfi, a nagy felső fa, amiből Adam Harrison lelke származik, amelyet igazi Neshamának nevezünk, miután Zerampin felül a Bína helyére került, és a Ruach, Adamnak a Ruachja az a Nukva de Zerampin magasságában van, amely a kisebbik fa, a Nukva, a nő, amely, tehát miután az ő Nukvája valóban fölemelkedik az ő férjének a helyére, a Zerampin helyére, hogy ez a Zohár Shamam Mishpatimban le van írva. Oké, mondja Rav, és akkor a világ magasabb szintre kerül. 48-as pont, Rav. A legfontosabb dolog, hogy halljuk meg, hogy mi van írva, együtt halljuk meg, és próbáljuk önmagunkat a reformáló fényre irányozni, és lassan-lassan megérthetjük, hogy minden a fejünkben helyére kerül, ott belül. 48-as pont. Majd miután Adam Harrison elkövette a Decadátot, a tudásfának a bűnét, az Asszia világában,
ő pedig ő meg volt parancsolva, hogy ne egyen róla, mivel neki nem volt része az Asziában, csak is a Jecirától felfele, ahogy ezt az előbb mondta Rav, mivel ő megtörte ezt a parancsot, és evett a decedátról, a tudásfájáról, ami az Asziában van, ő minden világot lejjebb zónásba vitt, azaz minden világ megcsúszott ezáltal, a Jecire ráöltözött az Asziára, tehát a Jecira világa az kilépett, és az Aszia világára zuhant rá Ádám bűne miatt, azaz nem csak magát taszította le, hanem a világokat is. A világok nem törtek el, de összecsúsztak, lejjebb csúsztak. Következő. 49-es pont. Ebből következik, hogy Eretz Izrael az a Jecirával állt szemben, az többé nem kapott tőle semmit, hanem csak az Aszián keresztül, mivel a Jecira az ráöltözött az Asziára, és a Bria pedig ráöltözött a Jecirára, a Nukva de Acilut ráöltözött a Briára, a Zerampin az ráöltözött a saját nukvájára, és ehhez hasonlóan az összes felső az lezuhant egy szinten lejjebb. Tehát minden egyes világ tulajdonképpen elkapta azt az állapotot, ahol most van. Tehát a Zerampin az tulajdonképpen ráöltözött a nukvára, nyilvánvalóan. Tehát a Zerampin pedig kilépett az a saját állapotába, és ráöltözött a nukvára. És ez lett az ő állapota, egy állandó állapot, amiről 9-ig állandó. Még egyszer. 49-es pont. De ebből következik, hogy Eretz Izrael, Izrael földje, amely Jecirával állt szemben. Tehát Izrael mindig a Jecirával állt szemben. Tehát az nem tud tőle megszerezni, csak is az ilyen keresztül. Mivel a Jecira ráöltözött az Asziára, magyarom. Tehát a Bria ráöltözik a Jecirára, mert lejjebb csúszott a Jecirára, magyarom. Tehát valójában ebben a ponton lett. A Nukva de Acilut az ráöltözik a Briára, amikor a Bria világaiban lecsúszik, és a Zerampin pedig a saját nukvájára csúszik rá. A nukva helyét veszi fel. És az összes felső tulajdonképpen lejjebb csúszik a saját szintjéről. Ez azt jelenti, hogy az összes világ lejjebb csúszik. Ádám Harison bűnének az alapján. Tehát ilyen módon a fényeket elnyert a klipa, ezért ő eltört, és az ő törése valójában a szinteket kiütötte minden egyes világban. 50-es pont. Most a nefes, Ádámnak a nefese az a Nukva de Zerampinban volt, amely leereszkedett a nefes debriából, és az ő ruakja a Zerampinban van, amely leereszkedett az ő nukvájára, és ilyen módon a nefes és a ruak az a Malchut és a Tiferet, amelyik hely, a maga helyén van, és a Szabá cikkben pedig világosan Ádám bűne utáni állapotra utal a leírás. Tehát még egyszer 50-es pont. Most a nefese Ádámnak az a Nukva de Zerampinból van, amely leereszkedett a nefesbe a Bria szintjén. Az ürökja a Zerampinban volt, amely leereszkedett az ő nukvának a szintjére, és elmódon a szöveg, amely a nefesre ruhakról szól a Malchuton belül, és a Tifeten belül, az helyes, mert itt semmilyen vita nincs a szabad cikken belül, hiszen az Ádám bűne után állapotot írja le. Következő. 51-es. Most láthatjuk, hogy mennyi szint van Ádám, már is a mennyi szinten zuhant le. A kezdetekben az ő gúfja Jecirában volt, a teste. Most az ő gúfja az Olam Hazéban van, ebben a világban. Az ő nefese az Asziában, az ő ruakja Jecirában, és az ő teste pedig ezen a szinten volt először. Még egyszer. Na, most nagyon fontos, amit most mondok, most olvasom. Tehát, most láthatjuk, hogy Ádám Harison mennyi szintet zuhant. A kezdetekben a teste a Jecirában volt, most az ő teste lezuhant a mi világunkba. Az ő nefese az Asziában, a ruakja a Jecirában,
volt azon a helyen, ahol először a teste volt. Tehát a lelke csúszott le arra a helyre, ahol a teste volt. A bűn megelőzően. 52-es pont. És nem meglepő, hogyha mi különböző helyeken az zoárban azt találjuk, hogy az ecedát az a jó angyallal és a rossz számmal lett megkísértve, mert az ecedát, a tudásfája, az nem az Asziában van, ahol a klipák tulajdonképpen összekevednek a szentséggel. Azonban, miután a Jecira lereszkedett és ráöltött az Asziára, a Jecira az ecedát a jó és a rossz tudásának a helyévé vált, az Asszia nevére ráöltözve. És ezáltal teljes egészében elmagyarázzuk, hogy mi is az ecedát, az a tudásfája. Még egyszer, ez nagyon lényeges. Tehát nem nagy lepő, hogyha mi úgy találjuk különböző helyeken az Zoárban, hogy az ecedát, a tudásfája, ott a Jecirában a jó angyal Matát, a rossz angyal pedig Szám, azonban amikor a klipák összekeverednek az Asziában a jó és a rosszal, miután a Jecira leereszkedett és rájött az Asziára, a Jecirában magában is megjelenik a jó és a rossz tudásának a lényege, mert rá van öltöz az Asziára, és ezért teljes egészében elmagyaráztuk, hogy mi is a tudás fája. Az a jó és a rossz megkülönböztetési képessége. Ötvenhármas pont. Ugye a héber oldal számot, 53-as pont. Amit mi elmagyaráztunk, hogy Isten teremtett embert, egy másik vers pedig azt mondja, hogy Isten, hát ez ugyanaz volt, hogy mondtak. Tehát az igazság az, hogy Ádámnak a gófja az a Jecirában született, ezért a teremtő nem teremtette meg Ádámot. Tehát miután a Bria leereszkedett és ráöltözött a Jecirára, ez olyan, mintha ő meg lett volna teremtő a Briában. Ez azt jelenti, hogy ez, amiről beszélünk, tehát milyen állapotról van szó. Tehát a bűn megelőzően és a bűn után. Tehát most elmagyarázhatjuk, ami el lett magyarázva az előbb említett cikkekben, a Zoárban, hogy először el kell magyaráznunk a szinteknek az elrendezését, hogy a világok hogyan álltak Ádám megteremtése előtt, és hogyan ereszkedtek le a saját szintjükről az ő bűne után. Tehát ezért a világoknak a száma önmagában nem változik, hanem ezek mindig négyen vannak. Acilut, Bria, Jecira, Asszia. Mi nem veszünk figyelembe Ádám Kadmon világát, mert itt ez olyan, mint a Keter, itt semmilyen bűn nem történt. Tehát itt elrejtés sincs, nincs elrejtve a fény sem benne. Egyszerűen csak a saját vasárra megfelelően szétszortírozza a fényt. Tehát Soros Alebet, Gimel Dalet, és kész. Ennek megfelelően ne fesó, ne sem a helye ide elrendeződik. Tehát ezek egy ilyen, van egy adag az enyszóból, amely öt részre fog oszlani, és az egész struktúrája Ádám Kadmon világának így nyilvánul meg. De az összes többi világ, mondja Rav, amelyik az állama elrejtés szóból származó dolgok, ezek elrejtik a felső fényt, legszűrik, és átadják tulajdonképpen egy különleges módon az alattuk lévő szinteknek. Ezért ezeket igazi világoknak nevezhetjük. Az Ádám Kadmon, mondja Rav, az csak egy sores, a gyökere az összes világnak. 55-ös pont. Azonban a szinteknek az elrendezése a bűn előtt valamilyen módon fel volt építve, mert ez azt jelenti, hogy az Asszia világának pillanatnyi helyén az alsó négy szfirája lett utána pillanatnyi Jecirának, ami most van, és ez egy üres területet hozott létre, és ezen a helyen jön ki majd, ez lesz majd a Madoraki pot, a klipáknak a helye. Tehát van 14 szféra, mondja Rav, a házadei Jecirától a Malkutig, amely 14, Judda lett, ezek halottak, ezek nem képesek fényt megragadni,
és bármilyen furcsa az üres helyre be tud majd áradni a szentség, de ez majd a legvégén jön. És az alsó hat része az Asziának, amely most az első hat szintjén van a Jecilának, és az első négy része az Asziának, amely az utolsó négy része van a Briának most, és az utolsó hatja a Jecilának, az most az első hat részén van a Briának, és az első négy a Jecilának, az a Nukva de Zerampin Dacirutnál van most. És ezáltal ismert, hogy csak az utolsó négy pontja van, ami fontos a Zerampinnak, nevezetesen Necahod Yesod Malhud ebben, mert ő pontosan hátulról szemtől szembe fordulnak együtt, és ez a Dalet. És mivel ez a hely, amely a fent említett szfirák közül alkalmas lesz a teremtésre. Tehát még egyszer 56-os, olvasd még egyszer. Az alsó hatja az Asziának, az azon a helyen van, ahol az első hatja van a Jecilának. Az első négye az Asziának, az azon a helyen van, az utolsó négy részen a Biának most. Az utolsó hatja a Jecilának, azon a helyen van, az első hatja van a Briának most, és az első négy a Jecilának, azon a helyen van, a Nukva de Acilut van most, és már ismert, hogy csak az utolsó négy pontból kap a Zerampinból teremtő erőt, amely a Necahod, Yesod és Malhud, és ők ezzel szemben állnak hátulról, és ez a Dalet nevet hordozza, mivel az ő helyén az kizárólag az előtt említett szfírák állnak, vagy vannak. Oké. Okay. 57-es pont. Mind a 10 szfírája a Bria világának az a helyen van, ami a Zerampin de Acilut most, és ezek mind 10 szfírát alkotnak, és az ő nukvája az Zerampin és Nukva Dacilut az a pillanatnyi helyén áll az Abavaima Dacilutnak. A világok azok magában foglalják az Abavaima Dacilutot felfele, egészen a legmagasztosabb szintig, az Ein Sofig. Magasabban vannak, mint a pillanatnyi szint, amit most nem kell itt kifejtenünk részletesen. Értitek? Oké, mondja Rav. Ki akar kérdezni? Dani a zenész. Kicsit többet kell sétálni a mikrofonért. Tehát minden, amit utolsó napban olvastunk, az valójában egy előtte-utána állapotot miért kell ezt ilyen mértékben leírni? Tehát törés előtt, törés után. Azért, mert ezt nem tudta, hogy kell lerajzolni. Mert tudtam válaszolom, hogy kell lerajzolni, hogy arra. Miért ezt mondom? Azért, mert nem tudjuk megkérdezni tőle. Tehát nagyon sok diagram van, amit kabalisták rajzoltak. Rabas is rajzolt, az archívumban van néhány rajz, amit ő rajzolt. Én nem hiszem, hogy túlságosan jól magyarázott van a rajzokon keresztül, mondja Rav. Rabas például rajzolt az én könyvembe. De ez nem egy kép volt, hanem önmagában ábrázolta azt, amiről képes volt beszélni. És ezt szabadon kifejezett egy rajz formájában. Én nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy egy ilyen képet tarts meg magadban. Tehát el tudjátok képzelni, hogy valaki elmagyarázza a házát, hogy hol lakik, akkor el tudod képzelni, hogy hogy néz ki minden ott. Ez az, amit nekünk látnunk kell. Az egész országot ezen a módon kell megragadnunk, hogy amilyen módon lehetséges, olyan közel kell ehhez kerülni. Hát hol van az én házam?
hol van az én területem, ahol nekem éreznem ki, hogy hol van a konyha, meg a hálószoba, hol vannak ezek, hol tudom ezeket elhelyezni. Tehát nekem olyan módon kell ábrázolnom ezeket, hogy képes legyek úgy élni bennük, mint egy világ, egy spirituális világ lenne. De mi valójában a spirituális világban vagyunk, csak nem érezzük, mondja rá. Tehát apránként, ahogy egyre többet és többet olvasunk erről, és egyre jobban megpróbálunk ebben a munkába belépni, ez megtörténik, feltárul a számunkra, mondja rá. A kép, a diagram, szintén jó, ha ábrázoljuk, bár a kabalisták, mondja rá, nem mindenki respektálta a rajzokat, mivel ők sokkal többet gondolkodtak a belső képen. Tehát nem azon a képen, ami az orrunk előtt volt. Tehát, hogy ez van felül, ez van elül, ez meg ez között, ez történik. Tehát ők az értékét nézték a Bria világának, az acilútnak. Ez vagy az, hol van a jobb és a bal, a felemelkedés, a süllyedés, ez a hokma, ez a haszadim, ez a túllépés egy-egy ilyen vaskosságom. Értitek? Tehát nektek egy diagramot kellett ábrázolni, különböző belső állapotokon keresztül, érzelmieken keresztül is. Értitek? Amikor mi arról beszélünk, mondjuk a családunkon belül, hogy ez a val, ez ugyanúgy kell beszélni erről. Tehát sokat beszéltünk erről, mondja Rav, de ezek nem geometri módon ábrázolt diagramok. Oké, vagy nem, mondjuk én, mondja Rav. De a tényen túlmenően, hogy talán érzitek, hogy valami van a fejetekben ezzel kapcsolatosan. És bár mi érezzük és beszélünk erről, valójában nem érzünk ebből semmit. Mert nekünk, mondja Rav, el kell mozdulnunk egy olyan állapotból, ahol a diagramból érzelmileg kezdjük. Nem rajzokat látunk magunk előtt, hanem érzelmi állapotokat. Ezért beszélünk erről ezen a módon. Majd megpróbáljuk ezt megtenni, mondja Rav, és akkor a reformáló fény magunkra von mindent, és ilyen módon ez a forma, ez a diagram, ez az állapot, amennyire csak lehetséges, ábrázolja ezt most nekünk. A fény viszont olyan módon befolyásol bennünket, hogy érezzük mindezt. Hol vagyunk? Na, sajnos nekem mennem kell, úgyhogy most átadom a Tamásnak ezt, mert mennem kell. Ez magasabban van, mint bármi, ami alatta van. Ez a szia végéig keresztül. És hasonlóan az összes szint. Ez azért van, mivel még a legalacsonyabb szinten a Briában, ez magasabb van, mint bármi, ami alatta van. Ami a Jetszirá és az Eszia. Akkor hogyan mondhatjuk, hogy az Alami Jetszirá, ez csak... Ez fölötte van, mint a Nukvadácilut áll. És az alsó hat szirája Jetszirának megmarad alul a helyen, ami most a Bria. Végtére is az összes olámot, az összes világok a legalsóbb szinten állnak a Nukvadácilutban, ami ez alatt van. Következő pont. A válasz erre, hogy ami olyan írva van, vagy máshelyen írták, hogy a legalsóbb szint a legmagasabb világban, az nagyobb, mint bármi, ami alatta van. Ez nem a mennyiségre vonatkozik, vagy a limitált helyeknek a mértékére. Ez a orr minőségében magában van megkülönböztetve, ami jobb, mint bármi, ami alatta van. Ez az érdemeknek és a minőségnek a kérdése, amit összehasonlítva látjuk, hogy az utolsó csepp az emberi egy ember agyában mindent tartalmaz az emberi testről. Ez azért van,
habár látjuk, ez nem így van a hely viszonyában. A test egyetlen szerve, mint a lábnak valamilyen, az nagyobb, mint a, tehát ennek a mérete nagyobb, mint a teljes fej. Azaz, nem a méretről beszélünk, a relatív méretről, hanem minőségekről. A felső egyetlen minősége az minden egyes minőség egy másik minőségre vonatkozik. No, Karian. Hát tchuna, ki, nagyid tchuna, kmo bina, stam. Minőség, mint például a bina, vagyjuk ezt példának. Amikor felemelkedik különböző helyekre, akkor valójában valami mássá válik, nem? Igen, mondja Rav, és? Akkor hogy, hogy még mindig binának hívjuk? Ezt a helynek megfelelően hívjuk. Tehát ez attól függ. Ez a állandó állapotától függ. Az ő eredeti minősége megfelelően a bina, a mostani szintjének megfelelően pedig mondjuk az elempény szintjén van. Ugyanúgy, mint te. Ma lehet, hogy egy magasabb szinten dolgozol, mint korábban. Ugyanaz a neved, ugye ez te vagy, de a hely, ott ülsz a menedzser mellett. Mi sem rossz elesold, no? Ken. Mi akar még kérdezni? Az olamháze, azt jelenti, hogy ez a világ? Nem. És de mikor lett ez meg... Mikor lett megteremtve? Az olamháze, melyik pontban? Az olamháze, ez a világ... Azt mondja, hogy olamháze. Kérdés, hogy mikor lett megteremtve? Ez a szélvilága alól származik, és hol helyezkedik el? Az a szélvilága alatt? Az az összes világ alatt van, mivel ez a világ, ez a spirituális világ, ez a törött megszerzési vágy. No. Hát. אתה יכול קצת אולי טיפה לפרט מה הסביבה של... Hát tudnám magyarázni egy kicsit, hogy mi a környezet, a párcufnak a környezete. A világ is benne a párcuf. De mi az olam, mint környezete, vagy párcuf számára? A párcuf azt értjük, hogy ez a megszerzési vágy. Van egy bensőség és külsőség. A belsőség az a lélek, hogy Ádám, az emberek, az ember, egy vágy, hogy elérjük az istenséget. És van egy környezet, aminek segíteni kell ebben. Mind azáltal, hogy felemeli az imát a teremtő. Az egy alaptor a lélek, tehát a nesama, és a teremtő között ezt hívjuk világnak, olámnak. És ez is megszerzési vágy? Ez a világ is megszerzési vágy? Ez egy megszerzési vágy, mondja Rav, de választás nélkül. Saját maga érzése nélkül. Ez olyan, mint a természet, mozdulatlan növény állati szint, amit látsz saját magad körül. Ez azoknak a törvények megfelelően létezik, amit a felső erő hagyod. És ez is fejlődik? Szabad választás nélkül? Igen, ahogy látjuk, hogy itt természet fejlődik.
כדי לסייע לאדם להגיע לדבקות בבורא. לכן אנחנו... מיבל הטרמיסטנק אסיסטלני כדי az ember fejlődéséhez, hogy elérje a teremtővel való összetapadást. Ezért látunk csapásokat a természetben. Tehát a természet egyfelől segít minket, felébreszt és felemel. Rav, מה לעשות אם אני לא מבין? אתה לא צריך להבין. מה יש כאן להבין? לא, מתן המעתק. Vannak olyan részek, amik arám jól vannak írva, például. Mará az egy tükör, ami nem ragyog. Az érvény Adam Harishon egy helyről mondtak egy szót, hogy innen lett teremtve. Hát később majd rájössz. Nem tudom, mi a kapara? Mit jelent az? Úgy én elolvastam nagyon sokszor. És akik más barátok, akik Héberről beszélnek, ők sem tudják. Ő egy olyan helyről lett teremtve, ahol bűnözött, és itt korrigálva is lesz. Ezt tudjuk egy kicsit tisztázni? De ez nem érdekes most a számunkra. Én ezt általánosságban kérdezem, hogy Edi. Hát menj a kérdések és válaszok részhez, és ott meg lesz a magyarázat. Oké. יש עניין של לדעת. ולזה אנשים משקיעים חיים. עד שיודעים... Ez a tudás, és az emberek vagy nagyon sokat fektetnek ebbe, hogy megpróbálják elmagyarázni, és van, tehát van az megértésnek a dolga, és van az elérésnek a dolga. Ez két különböző megközelítés. Tehát ezek ellentétesek. Hogyha te el akarsz érni valamit, akkor nem kell emlékezned semmire. Mert folyamatosan egy ilyen stresszes állapotban vagy. Folyamatosan kutatod a fényt, hogy... És akik nincsenek benne, ők nyugodtak, amit lehűltek, vagy egy nagyon technikai értelmük van, mindent megpróbálnak felszeletelni, részekre szedni, és hogy elérjék, hogy megtudják. De mit tudnak? Lehet, hogy még le is rajzolják. Ezek csak segíteniük kell az ember elérését. Még hogyha el is felejtjük a rajzokat, vagy összezavarunk tőlük, mert hogyha te a szintet váltasz, akkor a kapcsolatod a barátokhoz és a teremtőhöz, minden, amit korábban tanultál, ez olyan, mint a szétfolyna, mint a homok a vízben szétpereg. Tehát javasolt, vagy ajánlott, nagyon egyszerű módon megközelíteni. Hát néhány általános dolgot ábrázolhat, de nem menj bele a részletekbe. Én emlékszem 15 évvel ezelőtt, amikor a teszt olvastuk. Ő nagyon sok diagramot rajzolt, most nem rajzol semmit. Hát ugye manapság erről többet beszélünk már. גדול אחריי. נו, אני זוכר את זה, כן? אבל...
Hát emlékszem, hogy fehér papírrel ültem, és ott rajzoltam. Nagyon sokszor, amikor olvasunk, akkor szinte megörülök, hogy olvas valamit, pedig csak mondja, hogy folytassa, és olyan, mintha egy... Én nem érzek semmit, olyan, mintha egy újságot olvasna. És egy hét múlva halljuk, ahogy Rabas olvasott. Ez nagyon, nagyon lassan olvasott, céltudatosan. És ez volt az eredeti, ahogy ő olvasott. Ez az eredeti sebesség, olyan, mint egy ilyen szakadékot érzek. Lehetséges, hogy más sebességgel olvassuk, vagy más sebességgel tanuljunk. Hát menj az archívumba, vegyél egy szallagot, vagy egy, bocsánat, egy felvételt. És látod, meg hogyha lassan is olvasott, nagy szünetekkel, ő nem magyarázott többet. Nincs mit magyarázni. Kivéve a sóvárgást a reformáló fényre. Nincs más. Ez az, amit kérdezek magamtól, hogy milyen megfelelő módja a tanulásnak, az olvasásnak. Hát, hogy a tanulásra egy imává váljon. Ennyi, mondja Rav. Ken Koka. Az ma lászott im tiszkul mi a hosszor a szaga? Jefe? Tessék? Akkor mit tegyünk az elérés hiányából származó frusztrációval? Hát ez nagyszerű, mondja. Hát ezt a rajzokon keresztül fogod elérni, a rajzok csak blokkolnak téged. Ez nyilvánvaló, mondják okkal, de ez nagyon frusztráló. Még nem értünk semmit. Oké, és majd a rajzok világosak lesznek, és akkor megnyugszol. Az azt mondja, ott van, a jobb felső sorokban, egyszer egy kicsit balra, attól lefelé, és akkor mi lesz azután? Akkor mit tartogat ön, ha jól értettem? Semmit. Mint hogyha ez csak a levegőben repkednének. Ez a leghelyesebb érzés, hogy felemeljétek az imát, hogy nincs mit megtartanatok. Ez ellentétes a racionális elmével. Én is úgy gondolkodtam, hogy mint ti, hát tudjátok, mennyi rajzot csináltam. Még amikor új tanulókat is kaptam, és nekik szükségük volt rá, hogy valamit megragadjanak, valamit megtarthassanak. De ennél nem többet. Folyamatosan egy kicsit adagoltam neki. Mint hogy a kisgyerekeknek mindig van egy kis táskák, és mindig raknak bele valamit. De amikor felnőnek, már nem kapnak. De nekünk ezt el kell érni. Mit jelent ez, hogy semmit ne tartsunk meg? Hogyha én nem érem el, akkor nincs semmi, magyarok. Mivel valóban nincs semmi. Miért nyugtatod le a vágyad? Oké, de van egy leckénk. Hát később majd azért fogsz imádkozni, hogy elfelejtsd. Tehát azért fogsz imádkozni, hogy elfelejtsd a dolgokat. Hogy egy tiszta vágyad, egy üres vágyad legyen. Hogy ne tanulj semmit, vagy ne tudj semmit, vagy ne tanulj semmit másról, csak hogy hogyan kérj. Összekapcsolj a barátok szívvel, és kérj. Tehát akkor egy jó eredmény a tesztleckének, hogy nincs semmi? Igen, mondja. Az, aki nagyobb, mint a barátja, annak a vágya is nagyobb, mint a barátjai. A vágya. A vágya nagyobb, mint a barátjai. És minden egyes ember
ahogy növekszik, egyre nagyobb és nagyobb vágya van. Hogy kitölti? Nem. De mondjuk az edény tele van. Milyen edény? Melyik edény lesz kitöltve? Az adakozás edénye. Nem a megszerzés edénye. Egy edény, amit egy ellentétes módon építesz. Mondjuk, hogy lentről fölfelé. Vagy mintha így kifordítottad volna. Egy teljes, egy alapos tudással rendelkezett, de nem ezt kitöltve. Ugye azt mondta, hogy igen, de az Ari meg a Bálaszalám, hogy mennyit tudtak. Milyen edényben érezték azt? Az adakozás edényében. Oké, mondjuk, hogy add ide akkor az adakozás edényét, én készen állok rá. De nem. Ezt nem tudom elmagyarázni, ez így nem fog működni. Ha valóban tudni akarsz, akkor soha nem éred el, soha nem kapod meg. Hogyha ha tudni akarod. Legalább hallgass, és ne arra gondolkodj, hogy valami nonsense dolgokról beszélek. Akkor mit jelent az adakozás edénye? Ami a megszerzés edénye fölött épül. Ellentétes azzal. Az az Ein Sofnak az összes fénye feltárva a teljes részletében. És ez ki lesz töltve az adakozás, tehát az adakozás edénye. Igen, megszorítás, a szűrő, a visszavett fény, hogy érezd a házigazdát, mivel így fog örülni a szív. De ez majd elérkezik. Én azt mondtam, hogy a célunk, hogy elérjük, és ne, hogy megértsük az anyagokat. De miért mondja azt, hogy az elég, hogy megértsük, és ne, hogy elérjük. Az Avana, a megértés, az a Bina szóval származik. Ezért mondja, hogy ez Halev Mevin a szívért meg. Nem az értelem, nem az agy, nem az intellektus, hanem a szív. Ezért csak az edény korrekciója, a vágy korrekciója által lehet ezt elérni, nem az intellektus által. Tehát ezeket az edényeket nem az intellektus által érjük el, hanem a vágy által. A vágyban itt érezhetjük az ízeket. A csodálatos ízeket tudunk megkülönböztetni. Az elérés nem az értelemben van, nem az agyban, hanem a vágyban. Akkor miért van szükség az agyra? Annak érdekében, hogy megszervezzük a vágyat. Hogy mit érek el? Azért van írva, hogy ízleld és lásd, hogy az Úr jó. Ízleld. Ugye a száj ízlel, vagy a szájpadlás. Ugye mi érző lények vagyunk. Nem intellektus. Az intellektusunk, az értelmünk. Nekünk el kell kezdeni használni a vágyunkat, hogy kitöltsünk másokat, és utána válsz a vágyaidnak a mesterévé, hogy új intellektussal. Ez akkor azt jelenti, hogy a szívért meg, nem az értelem. Igen. Az agyunk, az értelmünk, az elménk, az csak azért van, azt azért használjuk, hogy helyesen szervezzük meg magunkat. Mit tegyünk ez a mechanizmus változik? Ugye érezzük a frusztrációt, hogy nem érünk el. Ugye te itt vagy ezekkel az emberekkel, de nem csak te, hanem egy környezetben vagy, és a környezet befolyásol téged. És ebből a befolyásból te nem tudsz megnyugodni. Az ember nem tud megnyugodni.
Hogyha van egy tízes, akkor ez olyan, mint egy mosógép. Nem tud megnyugodni, mivel másokhoz kapcsolódik. És mindenkit felébresznek felülről, felle, felle. Ugye mindenkinek a szerepének megfelelően neked bele kell ugranod ebbe. Olyan, mintha 10 ember tartana, vagy 9. Vagy 9 ember elkezd ugrálni, akkor hogy maradsz te meg? Nem tudsz megállni. Nem tud, nincs nyugalom röviden. Oké, én azonosítom, hogy irigy vagyok bárszemre Ayra Rajspira az összes kabarisztusnál. Ők vettek egy darab papírt és leírták ezeket a dolgokat. Ezt ők érezték magukon belül. Nem kívül-kívül nem volt semmi. Az emberen kívül csak az Einsof fénye van. Amennyire képes egységre lépni ezzel a rendszerrel, ezzel a törött rendszerrel, hogy ők a barátok, ők a rokonok, ők a távolabbak, közelebbek. Hogyha én megszervezem ezen a módon, akkor megértem, hogy csak a teremtő van rajtam kívül. Ő irányítja ezeket a dolgokat. És amikor én ezekre az edényekre koncentrálok, akkor azt találom, akkor kitöltöm őket is. És ennyi. Végső soron Izrael a fény és a teremtő egy. Ő azt mondta, hogy a kabbalisták nem a megszerzés edényeikből írtak, hanem az adakozás edényeikből. Amikor a kabbalista ír valamit, ami... Van egy rész, aki írja, és van egy rész, aki nem érti. Ez lehetséges, ő lehet, hogy csak egy bizonyos szint fölött ért meg. Vagy bizonyos szintig, bocsánat, és nem fölötte. Hát egy bizonyos magasság ér. Balszulám látja magát, ahogy ír az adakozás edényében, de ugye megmarad a megszerzési edényében is, mert a kabbalista ebben a világban is él, és így van egy szakadék, nem? Hát ő az asztal mellettül ül, és ír annak megfelel, amit elér. Az ő teste, az ő megszerzési vágy nem érti, mondja Sáib. Hát ő úgy használ a testet, mint egy állat, mint bárki. Oké, mondja Rav, lassan elérkezünk a végéhez. És szeretnénk bejelenteni, hogy lesz egy terjesztési workshop, ami ez ma lesz. Én nagyon javaslom, mondja Raff, hogy akik itt vannak, akik nem képesek itt lenni, mindenki vegyen részt, amennyire csak képes, föl is lesz véve, és megismételjük majd ezeket. A terjesztésről lesz már egész nap. Különböző programok, előadások. A terjesztést, mondja Rav, azt úgy hívjuk, hogy elérjük az új edényeket. És ahogy ezzel érkezik, így korrigáljuk. Meg kell szerveznünk magunkat. Ezt tízesben tehetjük meg. De amikor lehet, hogy millióknak írunk kívül, akkor ezáltal a korrigált edényeket kötjük magunkhoz. Nekünk nincs szükségük a korrekcióra, nekünk csak a tízesre van szükségünk. Ezért kötelező, hogy megtanuljuk, hogy hogyan írjunk. Vagy
Hát különböző módjai vannak a terjesztésnek. Az egész jövőnk ettől függ. Néhány technikai részet. 9:45-kor kezdünk izrael idő szerint. A második emeleten, a tanulóteremben, akiknek van laptopja, az hozza. Ez fel lesz véve, és sugárazva lesz a sivatovám. Le is lesz fordítva. Tehát álljatok készen. Angolul lesz. De le lesz fordítva. Tehát 9:45. Van egy teljes program. A tanulóteremben. Mi szeretnénk emlékeztetni a barátokat az izraeli csoportokból, hogy mindenkit hívunk ide csütörtökön egy leckére. Egy esti leckére? Nem. Ugye a szuka alatt lesz. Tehát akik még nem regisztráltak. Ma pedig meghívjuk a szívben található pont csoportnak a tagjait, a barátjait. Lesz egy különleges lecke. Együtt összegyűlünk itt a szuka alatt. Több mint 200 barát regisztrált már. 5:15-kor lesz a felkészülés leckére. És 7-től 8-ig Szeuda. Tehát a szívben található pont csoport tanulóinak lesz egy különleges lecke ma. Vagy hát őket is meghívják. Megvan a téma, és megvannak hozzá az anyagok. A téma az belépés az első spirituális szintre. Nagyszerű magyarra. Tehát akkor különleges vendégeink lesznek. Hol van Mayron? Kérdezi Rav. De először a napi feladat. Ez egy ünnep, miért azt akarjátok énekelni? Itt valami kellemeset. Ismechu ha-shamayim v'tavir ha-aretz Ismechu ha-shamayim Ismechu ha-shamayim Ismechu ha-shamayim v'tavir ha-aretz Iramaya, Iramaya, Iramaya משימה יומית. כל חבר עושה מאמץ. נפי פלדות. Minden barát készítsen fel, hogy felemelkedjen a összekapcsolódva tízessel. Tehát még egyszer minden barát tegyen erőfeszítés, hogy a bestiális része fölé emelkedjen a barátokkal való kapcsolatban. És keressük meg, hogy mi hiányzik, hogy a teremtő föltáruljon közöttünk. Ma este mindenkit hívunk 5:45-kor élőben egy leckére Dr. Lightmannal. Köszönjük, és mindenkinek egy csodálatos napot. És dal!
שם במסך מפוצצת הקיר שלי ושלך זה מה שאנחנו נבחר להיות זה כאן ועכשיו עת לעשות כן זה לא ייגמר אם הפחד ישלוט ולא יעזרו עוד מכות עוד מעות אבל יש עוד סיכוי ויש עוד תקווה על כל הפשעים תכסה cool.